Szószátjár. Közéleti zenés magazin műsor közel egy órában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Szószátjárt hallják. Mai vendégünk Deák Margit, Manyi. Róttáncos, jó magam Szűcs Balázs vagyok. Ez a róttánc, ez egy ilyen érdekes fogalom. Nekem, mint öregedő férfinak, mindig egy füstös bár jut eszembe. Mennyire igaz ez ma még? Hát ez még sokan összekeverik azért a rúttáncot, sokan ezzel asszociálnak egyből, amit te is mondtál. Főleg az öregedő férfiak. Bárok, na hát nem, nagyon sok nő is még a mai napig is, de azért szerencsére ez az utóbbi években azért kezd változni. Most már azért mondjuk 10 emberből 8 tudja az, hogy mi az a rúttánc, és nem egyből erre gondol. Nyilván vannak, akik még nem tudják azt, hogy ez egy sportág, és hihetetlen erő és hajlékonyság kell hozzá, hogy ezt valaki művelje. Nyilván azért még megvannak ezek a sztereotípiák, de pont azon dolgozunk mi is a kollégákkal és az egész Rúttánc Egyesület, hogy ez azért minél inkább a feledésbe merüljön, és csak arra koncentráljanak, hogy ez valóban egy sport, és egy olimpiai sportágá is szeretnénk, vagyis a Rúttánc Egyesület szeretné, hogyha ez egy olimpiai sportág lenne. Hogy fordul valaki a rúttánc irányába? Hiszen mondjuk egy kislány, 8-10-12 éves sportolna, valamit az elmegy futni, atletizálni, nem tudom, vívni, kézilabdázni. Van, aki már ilyenkor azt mondja, hogy a rúttánc az egy milyen jó kis sport, vagy az inkább egy később életkorba jön el a lányoknál? Ez pont érdekes, hogy most kérdezett, hiszen a hétvégén volt a rúttánc stúdiumban egy házi bajnokság, ahol pont a legkisebb tanítványink 8 évesek voltak, a legidősebb pedig 50 éves volt, úgyhogy teljesen széles rétegnek kínál ez mozgás lehetőséget. Mostanában egyre többen kezdik el a gyerekeiket is beiratni rúttáncolni. Hozzánk is több fiatal kislány jár, akik direkt, tehát a szüleik hozták őket ide, mert pont egy ilyen sportot keresnek, ami valahol így a balett, a torna, az atlétika, a gimnasztika egyvelege, tehát, hogy ide azért nagyon sok erő kell, hajlékonyság, és ez az egészet így ötvözi egy formája. Te Rúd tánc stúdióról beszéltél az előbb, de te ma már oktatsz. De viszonylag rövid idővel ezelőtt kezdted jó magad is el. Tehát ha jól tudom, 2011-ben? Így van, ez egy olyan sportág, ahol elég gyorsan lehet fejlődni. Nyilván akinek van valamilyen előképzettsége, az még gyorsabban tud előre haladni. Én 3 évvel ezelőtt kezdtem el, vagy akkor léptem be az első rúttánc órámra. Ne is menjünk tovább. Ez hogy történik? Bemész, nyilván van egy terem, ott van egy rúd. Igen. Mit kell csinálni? Igen, az első órán az még csak az alapokat tanuljuk meg, tehát nem egyből fejjel lefelé lógunk, egy lábkulcssal tartva, mint ahogy ezt néhányan gondolják, hanem az elején alapforgásokat kell megtanulni, pontosan azért, hogy kialakuljon mindenkiben egy rúd biztonság, tehát hogy nyilván valakinek megvan hozzá az ereje, hogy fölmászon a rúdra, de az elején tehát teljesen más tapintása van a rúdnak, teljesen más, hogy kell fogni, más, hogy kell markolni azt a rudat, azért otthon normál esetben nem fogunk 4,5 centis krómrudakat, tehát teljesen más izmokat is mozgat meg, úgyhogy az elején még csak az alapoktól kell kezdeni, forgásokkal, itt még nem kell a teljes testsúlyt megtartania az embernek, hanem inkább a lendületet és a technikát kihasználva kell forgásokat végrehajtani. Tehát vannak gyakorlatilag, ha jól értem, akkor standard mozdulatok vagy mozdulatsorok, és hát emellé kell egy erőllétet is vagy hozni, vagy szerezni. Igen, nyilván könnyebb, hogyha már valakinek van valamilyen előképzettsége, akár erőben, akár hajlékonyságban, de ez abszolút fejleszthető. Tehát mi is azt szoktuk mondani a lányoknak, akik oda jönnek és kérdezik, hogy milyen sportot műveljenek még el mellé, hogy ők jobban fejlődjenek, és szoktuk azt mondani, hogy persze a nyújtás, az erősítés, az mindenképpen állóképességnövelés, ez mindenképp fontos, de ezek annyira specifikus mozdulatok, és annyira specifikusan mozgatják meg az adott izomcsoportokat, hogy csak azon trükkök gyakorlásával tud az illető még jobban fejlődni. Az erőllét, tehát akkor gondolom, az edzésnek van egy olyan része is, hogy akár nem tudom, fekvő támaszokat csináltok, vagy súlyzoztok, vagy azért ennyire nem kell durva erőllét, tehát nem kell izmokat növeszteni? Nagyokat? Nem muszáj, ez vele jár, tehát mindenképpen, tehát hogy aki akarja, akár nem, mindenképpen ez izomnöveléssel fog járni, hiszen egy idő után a saját testsúlyunkat kell emelgetni, tehát hogy az azért mindenképp ezzel hozzá, vagy hozzátartozik ez a sporthoz, de az elején még nem kell megtartani a súlyt. Vannak külön erős
erősítő órák is, amikkel specifikusan próbáljuk ezeket az izomcsoportokat megmozgatni, de az órán, az óra, mivel 60 perc nálunk egy óra, az nagyrészt úgy áll, hogy van egy rövid bemelegítés, a végén egy rövid nyújtás, és a köztes időben főként a trükkökre koncentrálunk, vannak más típusú órák, amik pedig pont olyan, igen, akár fekvőtámaszok, akár a ruddal végzett más erősítő gyakorlatokat végzünk. Mivel sportról beszélünk, azért itt vannak versenyek is, sőt, ha jól tudom, azért te is egy sikeres versenyző vagy, voltál? Igen. Igen, én 2013-ban nyertem meg a legnagyobb versenyt, ami számomra a legnagyobb és a legfontosabb volt, ez a Miss Pole Dance Hungary 2013 cím. Előtte már indultam amatőrházi bajnokságon, és egy másik amatőr rúgtánc bajnokságon is. Azokat is sikeresen vettem, és ott is szerencsére az első helyet tudhattam magaménak. Utána a Miss Pole Dance Hungary után, ez egy automatikus kvalifikáció a világversenyre, ami pedig Londonban volt tavaly januárban. Ott pedig hát a nagy örömömre szolgált, hogy bekerülhettem a legjobb 12 döntős közé. Mondom, azért nemzetközi szinten ennek a sportágnak sokkal nagyobb hagyományai vannak, mint nálunk, nem? Leginkább, én mindig azt mondom, hogy az oroszok, akik ebbe is nagy hatalmak. Igen, igen, tehát volna. Nagyon. Tehát ők az összes torna sportban azért elég jelentősen képviseltetik magukat, és ez így van a rúgtáncban is, az összes orosz és ukrán hölgy és úr is. Mindenki iszonyatosan hajlékony, erős, és ők azok, akik... Állj meg egy pillanatra, úr. Úr, bizony. De nekem... Szóval ez egy ilyen női sport. Igen, most már jó pár éve rendeznek versenyeket férfiaknak is, tehát van külön férfi kategória is. Te is oktatsz például urakat? Nálunk, tehát ez egy nem egy koedukált iskola, viszont magánórában tudunk férfi tanítványokat is fogadni. Hát csak az ilyen képzeletem az van, hogy mondjuk egy ilyen csinos lány, mint te, ott marha jól néz ki a rudon, de hát egy fiú az nem tudom, azon nekem van fura. Vagy ez elfogadott mama? Szerintem ez még azért kevésbé, mint mondjuk egy hölgy a rúdon, de most már ez is egyre inkább kezd, és pont ugyanez a verseny, amit én tavaly megnyertem, ez a Miss Pole Dance Hungary, ennek idén is volt ugye egy megrendezett verseny, ahol már volt férfi kategória, és egy indulóval ugyan, de ott is volt egy Mr. Pole Dance Hungary cím is, úgyhogy ezt is meg lehetett nyerni, úgyhogy volt már egy férfi indulónk itthon ezen a versenyen is. De a világ... bátor. Igen, de ő már balettozott, tehát ő a balett világából érkezett azért a táncba. Igen, viszont nagyon sok külföldön nagyon sok olyan férfi van, aki pedig így a street workout világából érkezik a rútáncba, mert ugyanolyan erőelemeket mutatnak be, tehát ez tényleg iszonyatos erő kell ahhoz. Tehát akkor gyakorlatilag, amit egy férfi rútáncos csinál, az egy kicsit különbözik attól, amit a nem, tehát a mozdulatok, vagy a bemutatott gyakorlatok? Kétféle vonulata van ennek is, van, aki inkább az erőelemekre teszi a hangsúlyt, és van, aki inkább a hajlékonysági elemekre. Nyilván azért a hajlékonysági elemeket könnyebb egy olyan valakinek bemutatni, aki mondjuk egy balett világból érkezik, aki pedig tényleg inkább csak a szintiszta erőelemekre teszi a hangsúlyt, ők kevésbé hajlékonyak. Nyilván ott is kell fejleszteni ezt, de mondjuk ott kevésbé látni negatív spárgákat, meg hajlékony derekat, viszont iszonyatos erő kell hozzá, és ott aztán az urak tényleg szaltóznak a rúdról le, föl, mindenféle irányba. Úgyhogy ez akrobatikus mindenképpen. Hát igen, az már ez az akrobatákattól elesett történet, nem? Igen, ez így van. No, innen folytatjuk, de egy picit elmegyünk zenélni. Aki ott maradt, neki jobban fáj, ő nem választhat már. Valaki elrabolta az életét, ma már másik úton jár. Aki ott maradt, neki jobban fáj, ő nem választhat már. Valaki elrabolta az életemből, de még néha visszajár. Vagy csak úgy érzed, kihűlt a vágy. Az újdonság varázsa bár, talán új csókra vágysz. Sok év csak ennyi volt, várhat már át. Vissza már nem nézel, még el sem búcsúztál.
my tears. Set me free from all the pain. Where is love? I find a way. Feel real love as well. Broken heart will never win. You keep me around just for your needs. Rescue me from all those fears. Won't remember all my tears. Set me free from all. Visszatértünk, ez még mindig a Szószátyár vendégük, Deák Margit, ruttánc oktató, és az előinterjú során kolléganőmnek elárultad, hogy te mással is foglalkozol, nem csak ruttánc, hanem karikával is, meg valami fajta szallagokkal is. Mik is ezek pontosan? Igen, ez így van. Azért itthon is és külföldön is a legtöbb ruttánc iskolában foglalkoznak légakrobatikával is, az alap légtorna eszközökkel. Ez karika és szilk vagy sejem, ezen a néven futnak nálunk is a stúdióban. Ja, ez, általában... ez az, amikor úgy lelóg egy ilyen hosszú sejem, és akkor van. Törögnek, forognak így rajta. Igen, ez a cirkusz világából igen. Érkezett abszolút. Aha, hát a karika tudom, és a karika ez egy nagyjából egy méter átmérőjű vas karika, amiben különböző hajlékonysági erőelemeket, akrobatikus trükköket lehet bemutatni, zuhanásokat. A sejem pedig valóban egy ilyen függönyszerű anyag, amihez legalább kell azért 8 méter, ami már biztonságosan lehet dolgozni, hiszen ott főleg olyan zuhanások vannak és esések, amihez elengedhetetlen a nagy belmagasság. És ez a három dolog, ez gyakorlatilag a rúdhoz kapcsolódik, vagy amellett, vagy itt is, ott is, tehát ezek mennyire függenek össze? Általában, akik kipróbálják a ruttáncot, azok egy idő után kipróbálják ezeket a légtorna eszközöket is, mivel a légtorna eszközök, mint a karika és a szilk egy kicsit technikásabbak, mint az elején még az egyes szinten a ruttánc, ezért inkább azoknak a tanítványoknak szoktuk már javasolni, akik már egy picit magasabb szinten vannak, és rendelkeznek annyi erővel, hogy föl tudják magukat húzni, mert mind a kettő eszköznél fontos az, hogy már meg tudjuk tartani a saját testsúlyunkat, tehát úgy kezdődik az óra, hogy úgy tudunk csak fölmászni a karikába például, hogy ugye megtartjuk a saját testsúlyunkat. Tehát akkor nincs olyan, hogy oda megy a... Nem egy létrával jelentkező, és azt mondja, hogy őt nem érdekli a rúd, csak a sejem érdekli, tehát nincs ilyen. Volt már ilyen. Belebeszélted.
attól függ, volt neki csalódottan jött ki, mert sajnos hiába próbálkozott, de nem volt megfelelő ereje ahhoz, hogy föl tudjon mászni, de volt olyan is, aki meg mondjuk már sport előképzettséggel érkezett, és már volt annyi ereje, hogy ezekkel meg tudja tartani a saját testsúlyát, viszont még nem rúttáncolt, tehát ilyen is volt, de általában hozzá kapcsolódik, tehát hogy ki szokták próbálni a lányok ezeket az eszközöket, mert ezek is ugyanolyan szinten erősítenek és nyújtanak, és növelik a hajlékonyságot, mint a rúttánc. Itt rúttáncban mik az elérhető célok nyilván most versenyen túl, illetve ezekben a sportokban? Tehát ezt egy fittségért, egy egészséges életért csinálják általában a résztvevők, mert hát azért mondtad, hogy az életkori szórás az elég nagy a 8-tól 50-ig, vagy vannak szintek benne, vagy tehát van, amit el kell érnie, sorba vizsgák, nem tudom, hogy ez nálunk ebbe a stúdióba, ahol én is tanítok, ez a Dollhouse Tánc Stúdió, itt egy szintrendszer alapján oktatunk, itt 5 szint van megállapítva, és minden egyes szint után vizsgázniuk kell a tanulóknak, és utána tudnak átlépni a magasabb szintre. Nyilván ez nem egy olyan komoly vizsga, mint akár egy ZH egy főiskolán, hanem pont az ő érdekükben, amit már említettem, ez a rút biztonság érdekében fontos az, hogy ezeken a szinteken mindig egyre erősebb elemeket, trükköket hajtanak végre, és elengedhetetlen az, hogy meglegyen az alaperejük és képzettségük, hogy tovább tudjanak fejlődni, és ez alapján a szintrendszer alapján oktatjuk mi is a lányokat, és ezáltal sokkal kevesebb a sérülés is. Ha valakit végigmegy, akkor utána a mestervizsgás oktató lesz belőle? Igen, tehát hogy ezt mi is szoktuk mondani, hogy itt van ez az 5 szint, de azóta ez már mehetne 6-7-es szintig is, mert a rúttánc szerintem pont azért olyan jó, és azért olyan különleges, mert soha nincs vége, tehát nem az van, hogy meg lehet unni, hiszen állandóan, folyamatosan jönnek új trükkök, új kihívások. Mindig mi is a YouTube-ról szoktuk nézni a legújabb sztároknak a videóit, hogy éppen mit töltenek föl, mert ez egy olyan sport, ami folyamatosan változik. De van egy trend gyakorlatilag, amit ti követtek, egy világtrend, hogy most épp mi az a mozgulatsor, igen, ami vannak ilyenek, vannak olyanok, amik abszolút ilyen trendi trükknek számítanak. Nyilván azt ugye a másik stúdióban és a világ más pontjain is ugyanígy egy trendi trükknek szokták számítani, és mindig van új, és nagyon furcsa az is, hogy általában ez a rúttáncosoknak a világ különböző pontjain is egy rugóra jár az agyuk, hiszen volt már olyan, hogy a kolléganőm kitalált valamilyen új trükköt, és aztán megnéztük, és az interneten valahogy rábukkantunk egy teljesen ugyanolyan trükkre, és ő is csak így a saját fejéből pattant ki, aztán úgy tűnt más. Egyébként is. Mennyire szervezett történet? Tehát vannak egyesületek, klubok, szövetség, nem tudom, magyar szövetség, mint más sportágoknál, vagy azért ez még gyerekcipőbe jár? Most már van Magyar Rúttánc Egyesület néven is fut itthon egyesület, és hát nemzetközi szinten a legnagyobb ilyen szervezete az International Pole Sport Federation, ez a legnagyobb, és ez az a szervezet, akik a legnagyobb törekvéseket végzik annak érdekében, hogy ez egy olimpiai sportág lehessen majd, reméljük. Hányan táncolnak szerinted a világon? Hányan rúttáncolnak? Hányan rúttáncolnak? Fú, hát ezt nem nagyon nehéz megmondani. Hányan rúttáncolnak Magyarországon? Vagy a te látókörödben akkor egyszerűs is, a Budapesten? Hát én biztos vagyok benne, hogy azért ez ilyen... De százak, ezrek? Több, én ezres nagyságrendre azért tippelnék, és nem tudom megmondani pontosan, mert azért most elég sok rúttánc stúdió nyílik, és vannak olyan hölgyek, akik mondjuk még ezt pont a munkájuk miatt, mert olyan civil életben olyan foglalkozást végeznek, nem is nagyon szeretnék ezt csoportos órán belül, tehát nagyon sokan magánórán keretein belül csinálják ezt, és nem szeretnék nyilvánosságra hozni, de biztos vagyok benne, hogy az ilyen ezres nagyságrend már... Biztosan. De egyébként ezt főállásként tűzöd, ezt az oktatást? Vagy van egy civil életed, és ez a sportéleted? Igen, de ez az elején még abszolút csak ilyen hobbi szinten űztem az első évben, aztán utána viszont elkezdtem én is oktatni, de mellette van civil foglalkozásom is, ami most már egyre inkább háttérre szorul, mert egyre több időt töltök a stúdióban, de mellette a párommal nekünk egy közös ingatlanos irodánk, egy ingatlanokkal foglalkozó céget üzemeltetünk. Ez pont azért jó, mivel saját vállalkozás, ezért ugye az időbeosztással így könnyebben tudok kalkulálni, viszont most már egyre kevesebbet vagyok. Ebből egyébként meg lehet élni, mint rúttáncoktató?
Oktatóként meg lehet élni, ugye nyilván vannak fellépések is, viszont tehát a versenyek... Tehát összetettebb azért ez a történet. Igen, tehát hogy magából az oktatásból, tehát magánórák vannak, viszont a versenyek azok nem pénzdíjasak, tehát hogy egy versenyen itthon semmilyen pénzdíjas verseny nincsen. Amerikában szoktak egy-egy ilyen versenyt rendezni, aminek pénzdíj az összege, de úgy, hogy valaki oktatja, mellette fellép, azzal már úgy meg lehet élni, igen. Mi kell egyébként egy ilyen stúdió létrehozással? Azt, tehát mondom, én teljesen zöldfülű vagyok a témában, tehát milyen helyigénye van, hány négyzetméter, nem tudom, hány méter rúd, hogy hozol létre egy stúdiót? Igazából ez attól függ, ugye, hogy kinek mennyi beruházandó összege van, tehát mindenképpen a belmagasság az nagyon fontos, tehát az első szempont az, hogy minimum 3,5 méteres belmagasság kell, mert lehet ezt csinálni igazából 2,60 méter. Nem, is, én úgy kérdeztem csak a méretet, hogy nyilván egy ekkora szobában, ahol most ülünk, nem lehet. Azért egy minimum szerintem egy 150-200 négyzetméter szükséges hozzá, attól függ, ugye, hogy hány rudat tesz az ember, mert azért a rudaknak is van helyigénye, már úgy értem, hogy hát, nem hogy csak hozzába, hanem igen, tehát hogy kell egy testhossznyi távolság azért a rudak között is, hogy a forgások közben azért ne rúgja le éppen a másikat, a mellette lévő. A magasság az 3,5 méter, 4 között, tehát hogy inkább ilyen bérlakások azok, amiket előszeretettel használnak itthoni stúdiók nyitására, és a rúd az nagyjából 4 és 4,5 centiméter közötti króm rúdról beszélünk. Ez egy speciális, tehát van egy gyár, aki ezt gyártja, és onnan rendeled, vagy ez valahol jelegyártatjátok? Több cég és magánvállalkozás is foglalkozik már ilyennel, de vannak ügyes apukák is. De gondolom, egy előírás, hogy ennyi milliméteres legyen, és akkor ilyen bevonatása. Igen, azért van, tehát hogy a világviszonylatban van egy nagyon neves márka, ez az X-Pol, amit nagyon szeretnek használni. Ez azért is nagyon jó, mert nem kell hozzá becsavarni a falba és a plafonba a rudakat, hanem csak így ki kell feszíteni a talaj és a plafon közé, és különböző részekből, tehát különböző hosszúságú részekből állnak, amiket össze lehet illeszteni. Ezek teljesen biztonságosak, mert mindenkinek ez az első kérdés, hogyha nem fúrjuk be a plafonba, mikor akkor hogy el? Igen, tehát hogy ezek teljesen biztonságosak, és ezek is úgy vannak kitalálva, hogy 3,5-4 méterig még biztonságosak használhatóak, nyilván a fölött már nem lehetne különböző részekből, akkor már csak egybe legyártott rudat lehet. Erre vannak igen különböző vállalkozások, akik ezzel foglalkoznak. Van kereslet is. Igen. Innen megyünk tovább, de egy kicsit zenélünk. Jól, ne félj a hónaptól, amikor érzed.
hogy így van jó. Ne félj a hónaptól, amikor minden rólunk szól. Mondd, hogy így van jó. Visszatértünk, önök még mindig a Szószátyárt hallják, benne Deák Margit Manyi rúttáncoktató, jó magam pedig Szűcs Balázs vagyok. Ott álltunk meg, hogy a ród, és nehogy eldőljön az a ród, ha nincs befúrva, mert hogy vannak ilyen speciális rúdak is. Azon kívül, hogy megvan a spéci rúd, megvan a terem, kell-e még bármi ahhoz, hogy valaki rúttáncossá váljon, vagy azzá lehessen, tehát
vannak előírások például az egészségi állapotban, mint a magas a vérnyomásom, akkor elmentek rutáncosnak? Igen, nyilván azért van némi előfeltétele annak, hogy valakit, tehát egy egészségügyi kérdővet mi is kitöltetünk a lányokkal, mielőtt ők eljönnek órára. Nyilván teljesen egészségesnek kell lenni az illetőnek, aki ellátogat hozzánk, valamint ami még befolyásolhatja, az gerinc és ízületi problémák, mert azért valljuk be, ez nem túl gerinc kímélő sport, ez a rutánc. Nem mindenki tudja, hogy van ilyen, tehát elkülditek mondjuk egy orvosi vizsgálatra jelentkezőt? Nem, hát ezt nyilván tudja, tehát most egy gerincsérről beszélek, azt nyilván tudja az illető, hogy neki volt valamilyen gerinc problémája, mert az azért az évek során kiderült, hogyha ilyen van, akkor azt nekünk tudnunk kell, mert akkor hát egy kicsit más típusú feladatokat is adunk, vagy ha bármi problémája van amúgy bármelyik lánynak, az óra közben nyugodtan szólhat, hogyha nem érzi, a kellemetlennek érzi, fájdalmat érez, akkor mindig mondjuk nekik, hogy nyugodtan szóljanak, de pont a házi verseny, amit már mondtam és említettem neked, az pont erre rácáfol, mert nekem is van egy magántanítványom, aki ápolónőként dolgozik egyébként az egészségügyben, és neki már több gerincsérve is volt, és úgy jött el hozzám rutánzolni, és én figyelmeztettem előtte, hogy ez nem biztos, hogy jót tesz neki, de ő mindenképpen ragaszkodott hozzá, és az első pár óra után mondta, hogy neki abszolút nincsenek fájdalmai, sőt, most már jó pár hónapja jár hozzám, és azt mondta, hogy abszolút elmúltak a problémái és a panaszai, amik ezzel kapcsolatban jelentkeztek. Tehát mégis egészségügyek jót is tesz. Hát igen. És például ilyen túlsúlyosok. Velük mi van? Ha például oda mennék jelentkezni az 50 kilós túlsúlyommal, akkor valószínűleg azt mondhatok, hogy hát abszolút vannak teltebb hölgyek is, akik ellátogatnak hozzánk. Tehát, hogy ez tényleg, ahogy már beszéltük, kortól, nemtől és súlytól is független. De ő képes például mondjuk képes megtanulni azt, ami, hiszen azért az ő súly, amit tartani kell, azért lényegesen nagyobb, mint mondjuk egy vékonyabb hölgye. Így van, ez biztos, hogy így van, tehát hogy neki egy picit nehezebb dolga lesz majd magasabb szinteken. Az egyes, kettes szint, azt hívjuk mi kezdő szintnek, ott még alapvetően forgások vannak, amiket ő is ki tud, tehát ugyanúgy kivitelezhetőek kisebb-nagyobb túlsúllyal is. Amikor pedig már magasabb szinten, tehát fejjel lefelé lógunk a rúdról, és már a saját testsúlyt kell megtartani, akkor is ugyanúgy meg tudják csinálni, csak egy picit több idő és energiabefektetéssel jár számukra ez, de ugyanúgy ők is képesek rá. Te magad, mint oktató, hány órát rúdtáncolsz egy héten? Hány órát gyakorolsz, hiszen gondolom azért gyakorolsz? Igen, gyakorolok, de azért ez, amikor versenyfelkészülés van, akkor napi egy óra minimum kell. Ilyenkor, amikor mondjuk nem készülök éppen aktuálisan versenyre, akkor azért csak ilyen heti 2-3 órát edzünk, de az óratartás azért ugyanúgy megerőltető, tehát szellemileg is és fizikailag is, tehát ugyanúgy bemutatjuk mi is oktatóként a trükköket, valamint magasabb szinten már asszisztálni is kell a lányoknak, tehát hogy mi segítünk nekik. Előfordul olyan, hogy a kezünkbe potyannak, és őket kell megtartani. Mennyire kitartók a jelentkezők? Tehát, mint tudom, elindul egy, mondom, tanfolyamok indulnak, nem egyedi jelentkezések van, vagy egyediek? Igen, egyedi, tehát, hogy itt nincs, te bárki becsatlakozhat bármikor. Nincs, tehát, mint tudom, 10 embernek tanfolyamat indítasz, és akkor abból kihullik 5, és marad 5. Nem, nálunk nincs ilyen, nálunk folyamatosan tudnak jönni a lányok, főleg az egyes, a kezdőszintű órákra bárki becsatlakozhat, semmilyen előképzettség nem kell hozzá, és bármikor jöhetnek, amikor az óra rendben. Sokan vannak, akik feladják? Mikor szembesülnek a feladattal? Igen, így a kezdő szinten azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyobb a fluktuáció. Magasabb szinten már azért, aki már eljut mondjuk egy 3-as-4-es szintre, ott már azért nehezebben adják föl, mert ott már megvan az a kitartás bennük, hogy folyamatosan újabb és újabb trükköket tanuljanak, sikerélmények érjék. Azért a rutánc is olyan, egy ilyen hullámvölgy. Van, amikor úgy érezzük, hogy most abszolút miénk a világ, és bármit meg tudnánk csinálni, és meghódítjuk, és minden sikerül. Valamikor pedig vannak olyan napok, amikor meg semmi nem sikerül, amit mondjuk az előző órán meg tudtam csinálni, és most az sem sikerül. Tehát, hogy ez abszolút olyan, hogy egyszer fönt, egyszer lent, vannak ilyen kis hullámvölgyek ebben a sportban is, itt az a lényeg, hogy ki az, aki nem adja föl, amikor éppen egy ilyen hullámvölgy aljára kerül, és úgy van vele, hogy... Minden sportágban így van. Ez minden sportágban így van, de itt is ugye azok, akik a legkitartóbbak, azok tudnak jobb eredményt elérni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ez egy szenvedélyé váljon, akkor sokkal könnyebben tudja ezt. Tehát akkor nem érzi késztetésnek, hogy most muszáj elmennem a konditerembe, hanem ide mindenki úgy jön, hogy élvezettel is. És ezt én saját magamon is tapasztaltam, amikor én elkezdtem, hogy nekem is az volt a legjobb, hogy voltak olyan napok, amikor úgy indultam le a terembe, hogy
én most ezt nagyon nem szeretném, és nagyon nem vágyom arra, hogy most én rúdon pörögjek. De aztán, amikor odaértem, akkor pedig annyira jó érzés volt az óra végén, hogy meg tudtam csinálni a dolgokat, hogy teljesen feltöltött és motivált, és azt akarom, hogy jó, akkor még egyszer, és holnap megint jövök. Hogyan látod magadat a jövőben? Mondjuk 10 év múlva kicsit előre szaladunk. Egy nagyon nagy stúdió közepén állsz, mint főnök, mint főoktató, és óriási népszerűségnek örvend a rúdtánc, és talán már olimpiai sportág is. Mi az irány? Hát én annak a személyes irányod, illetve hát a sport. Én nagyon örülnék, igen, hogyha a sport most már mindenki egyre inkább elfogadná, és sportként tekintenének rá, valamint, hogy ez az olimpiai sportágak közé bekerülhessen. Nyilván azért még van hova fejlődni ebben az ügyben is, és vannak lépések. Saját magamat, ez egy nehéz kérdés, mert azért nyilván már, most már én is majd lassan családot is szeretnék, akkor sem szeretném feladni a rúdtáncot, tehát hogy amúgy nagyon sok olyan példa van, hogy anyukák... Tehát a párod örül neki, hogy te egy ilyen kis rúdtáncos oktató vagy? De ő nem rúdtáncol. Nem rúdtáncol. Titokban nem próbálta még meg? Nekem volt saját rudam, és ott mutattam neki egy-két trükköt, de azért elárulom, hogy nehezen ment neki is. Tehát, hogy azért a férfiaknak meggyűlik ezzel a bajuk. Nagyon több olyan férfi tanulom vagy tanítványom is volt, aki először azt gondolta, hogy jaj, hát ez ne viccelj már, hát ez bárki meg tudja csinálni. És akkor mondtam, hogy jó, akkor hajrá, és aztán meggyűlt vele nekem a baja. Nekem elsőre is riasztónak tűnik. No, szóval 10 év múlva. Tehát igen, azt mondod, hogy a sportág az egyre nagyobb létjogosultságot kap, egyre inkább elismert lesz is te. Én szeretnék továbbra is, nagyon szeretek oktatni, versenyezni is szeretnék. Nyilván az a helyzet, hogy én abszolút civil életből jöttem, nekem semmilyen sport előképzettségem nincsen hozzá, így azért sokkal nehezebb, és annyira fejlődik most a rúdtánc, hogy most már a hajlékonyság és az erőelemek olyan szintre jutottak, hogy nagyon nehéz ahhoz felérni. Én mindenképpen igyekszem, és próbálom megtalálni azokat a versenyeket, amik számomra is megfelelőek, mert azért itt is több típusú versenyről beszélgetünk a rúdtáncban, úgyhogy én még mindenképpen szeretnék versenyezni is majd a jövőben. Nemzetközi vonalon gondolom, tehát az a megérettetés igen, az igazi. Igen, mindenképpen. Egyébként Magyarországon én azt látom, hogy néha-néha megjelenik a médiában, magazinműsorokban, tévéműsorokban ez egész rúdtánc történet, de azért annyira nem kaptatok még nagy nyilvánosságot, nem? Én pont az ellenkezőjét gondolom. Te nyilván jobban rá fókuszálsz. Nyilván, igen, de én most, tehát hogy mostanában egyre nagyobb média nyilvánosságot is kap azért a történet, és egyre több olyan verseny is van, amiről beszámol a média, tehát hogy ez szerintem folyamatosan fejlődik, és ennek én például nagyon, nagyon örülök, hogy egyre több lehetőség van, akár tévében, rádióban, újságban megmutatni saját magunkat, meg a sportot is. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm. És hát reméljük, hogy 10 év múlva is, mint egy igazi nagy rúdtáncgurú tekinthetünk rád. Köszönjük szépen a viszonthallásra. Köszönöm szépen. We'll be right back.
Ránk a szívünk tükre, visszatükrözi bánatunk. De fényt borít éjjelünkre, benne mindent megláthatunk. Mindent, mit egymásnak adtunk, s ami megmaradt még nekünk. Mindent, mit egymástól kaptunk, az egész életünk. Szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemem. Úgy várom az érkezésed, mint a holdfény a csendesét. A szívemmel látlak téged, most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemem. Úgy várom az érkezésed, mint a holdfény a csendesét. A szívemmel látlak téged, most itt vagy, és minden oly szép. Napfényben fürdő évünk, volt sok szomorú éjszakánk, de mindig, ha összenéztünk, újra villant a régi láng. Az éveink messze szálltak, bennünk nem hoztak változást. Én most is oly szépnek látlak, mert a szívemmel nézek rád. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemem. Úgy várom az érkezésed, mint a holdfény a csendesét. A szívemmel látlak téged, most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel gondolok rád. Önök a Szószátyár című műsorunkat hallották. A mai adás elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza. Reklám következik. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, vegyen, nyerjen! Az autózás múltja érdekes, izgalmas rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin.
nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Joker magazin. Férfias játékok a játékos férfiaknak. Keresd az újságárusoknál. Joker magazin. Joker magazin. Energiaválság, dráguló élelmiszerek, a földerő forrásai rohamosan fogynak. Ezen csak mi változtathatunk. De hogyan? Hónapról hónapra megírjuk. Zen magazin. Keresse az újságárusoknál. Innenonnan.hu Közéleti portál, ahol a vélemény szabad. Innenonnan.hu Ahol a vélemény szabad. Küldd el a recepted, és keresd te is bruttó 5000 forintot. A legnépszerűbb gasztronómiai magazin, mely olvasói recepteket tartalmaz. Csak 99 forint. Megjelenik minden hónap végén. Reklámot hallottak.